A Zöldfa úti óvodában Andrássy Tiborné óvodapedagógussal a kóborló mozorgó tehetséggondozó csoportról beszélgettünk. A természeti tehetséggondozó műhelybe azok a gyerekek járnak, akik fokozottabban érdeklődnek a természet iránt. A természeti tehetséggondozó műhelybe azok a gyerekek járnak, akik fokozottabban érdeklődnek a természet iránt, illetve az éves programomat úgy állítottam össze, hogy amit a természetben megtapasztalunk, azt mozgásos játékokon keresztül is tovább játsszuk a gyerekekkel, így sokoldalú tapasztalatot szereznek a természetről. Decemberben is fontos a természet megfigyelése, a madárgondozás. A madarakkal minden évszakban különböző tevékenységek során ismerkednek, megfigyelik és gondozzák őket. Az óvoda kiskertjében napraforgót termesztenek, amit télen az etetésnél használnak, de a szülők is támogatják ebben őket. Nagyon fontos a természet megfigyelése, a madárgondozás. A tehetségműhelyemben nagyon sokat foglalkozunk a madarakkal, minden évszakban különböző tevékenységeket folytatunk a madarak védelmével és a gondozásával kapcsolatban. Minden évszak nagyon sok lehetőséget nyújt számunkra. Az óvodánk udvara meg kifejezetten alkalmas erre, hiszen nagyon sok fa, bokor, cserje van, amely táplálkozó és búvóhelyet biztosít számukra. Ezzel a lehetőséggel mi élni is szoktunk. Mind a csoporton belül, minden korosztály számára, illetve a tehetséggondozó műhelyben. Megismertetem a gyerekekkel, hogy tavasszal milyen formában tudunk gondoskodni a madarakról, mint említettük, a kertfejlesztés volt az óvodában, és a nyár folyamán, tavasz folyamán az itatók mellett fészeképítő anyagokat helyeztünk ki, illetve sarazóhelyet a fecskéknek, ezzel is a madárvédelmi programot megvalósítjuk a madaraknál. Ősszel ugye a vonuló madarakat figyeljük meg, illetve már akkor az adók takarítása, az etetők tisztogatása, előkészítése valósul meg, illetve betakarítjuk a magokat, hiszen az óvodában a kiskertünkben napraforgót termesztettünk, amit télen majd föl fogunk használni az etetésnél, és a szülők is támogatnak ebbe bennünket. A napokban elkezdtük a madarakat etetni, most gyakoroljuk be a gyerekekkel azt, hogy melyik madár milyen ereséget fogyaszt el. Nagy öröm számunkra, hogy rengeteg madárfaj található az óvoda udvarán, a napokban figyeltük meg éppen a szajkót, éppen ezért tudjuk, hogy most már olyan ereséget is ki kell tennünk, amit a szajkó is kedvel, illetve a fakopáncs, azért a csonthelyes gyümölcsöket is kitesszük, a diót és a mogyorót, azonban a legtöbb az apró kis énekes madarunk, számukra napraforgót, kendermagot, apró magvakat, olajos magokat helyezzünk ki, és nem feledkezünk meg arról, hogy nagyon fontos a madarak itatása. A gyerekek játékos tevékenységeken keresztül megtanulják elsajátítani, és így beépül a személyiségükbe a madarak iránti szeretet, gondoskodás, felelősségérzet. Amit a gyerekek elsajátítanak, hogy a madarakról, hogyha gondoskodni kezdünk, gondoskodunk, akkor azt folyamatosan kell tennünk, felelősséggel tartozunk értük, hiszen hogyha nem tesszük, elpusztulhatnak. Ezt ugye a gyerekek játékos tevékenységeken keresztül folyamatosan végzik velünk együtt, így ezt megtanulják, elsajátítják, és én úgy gondolom, hogy ez beépül a személyiségükbe. Tehát a madarak iránti szeretet, faismeretük, a gondoskodás, a felelősségérzet, ez mind nagyon fontos. Ami nagyon örvendetes, hogy a családokban is egyre többet tapasztaljuk, hogy fontossá vált a madárgondozás. Találnának nálunk a madarak ereséget, de úgy gondoljuk, hogy ezek az állatok annyira kedvesek, hogy a gyerekeket megfogja, és a legfontosabb az érzékenyítés, mert amit megszeretnek, azt utána képesek lesznek óvni, védeni. A tehetségműhely a természetben megtapasztaltak változatos tevékenység során feldolgozzák, így újabb ismereteket, készségeket, képességeket fejlesztenek ki a gyerekeknél az életkori sajátosságoknak megfelelően, mindez játékos formában. Nagyon fontosnak tartom, hogy a természetben megtapasztalják, amit megtapasztalunk, azt változatos tevékenységek során feldolgozzuk, hogy újabb ismereteket, készségeket, képességeket fejleszünk, gazdagodjon az ismeretük. És ugye az életkori sajátosságuk megkívánja azt, hogy mindent játékosan, játékos tevékenységeken keresztül, társasjátékban, manipulációs játékokban, logikai játékokban, mindenhol megjelenik, és így be is épül a kis személyiségükbe.